nem kaptam levegőt. Éreztem, hogy süllyedek lefelé, és egyre mélyebbre, csak mélyebbre. Arra gondoltam, hogy meghalok. Leesett a vérnyomása. Megkérdeztem az orvostól, hogy mi baja. Megállt a szíve. Azt mondta, hogy azonnal intubálni kell a férjem. Különben meghal. Mellkasi kompressziót alkalmaztunk. Dean Braxton keringése összeomlott. Jól lehet, az egész egy rutin műtétnek indult, most mégis haldoklott. A washingtoni Szent Ferenc Kórház sürgősségi osztályán dr. Manuel Irigi volt ügyeletben. Most elmondja, hogy mi történt pontosan. Megállapítást nyert, hogy veszélyes baktériumok kerültek a vérkeringésébe. Dean több szervének működése kritikussá vált, és a szív működése is leállt. Az orvosi csapat minden erejével igyekezett újraéleszteni. Marilyn Dean felesége imádkozott. Uram, azt mondtad a te ígédben, hogy azért jöttél, hogy Deannek is bővölködő életet adj. Én most elkérem tőled Dean számára ezt az életet. Az orvoscsoport lázasan küzdött Dean életéért, miközben ő egészen más dolgokat tapasztalt meg. Egyáltalán nem féltem. Éreztem, hogy hazamegyek. Dean biztos benne, hogy a mennyben járt. Amikor beléptem, minden ragyogott. Nem is annyira az volt érdekes, amit láttam, hanem az, amit megtapasztaltam. Az első gondolatom az volt, hogy itt minden annyira a helyén van, minden hibátlan. Ez maga a béke és nyugalom helye. A Bibliában a Filippibeliekhez írt levél 4. részében olvassuk a minden értelmet felülhaladó békességet, és tényleg ezt lehet ott érezni. Csodálatos a táj. De több is annál. Minden olyan élő, eleven és minden intelligens, élettel teli. Egyesek szerint ez felfoghatatlan, és az igazat megvalva, ez tényleg az. Van pulzusa! Dean úgy érezte, hogy visszahúzzák a testébe, aztán másodszor is megállt a szíve, ismét a mennyben találta magát, és akkor meglátta Jézust. Az első dolog, ami eszembe jutott róla, amit János mond, fényesebb a déli napnál, és aztán azt mondja, amit szeretnék, ha mindenki meg tudna ragadni, hogy láttuk őt. De ez alatt nem is a külső megjelenését értem, hanem annak a szeretetnek a megtapasztalását, ami személyesen nekünk szól. Mindig elmondom, hogy olyan érzésem volt, mintha csak engem szeretne, és senki mást. Láttam, ahogy kommunikál az angyalokkal, egymásra néztek, a gondolatát átadta, az angyalok pedig megértették. Ahogy megértették az információt, meghajoltak és hátrébb léptek. Dean elismeri, hogy nem igazán akart visszajönni. Az igazság az, hogy boldog voltam. Maradni akartam. Az emberek kérdezgetik, hát... nem szeretted a feleségedet, a gyerekeidet? Dehogy nem, jobban szeretem őket mindennél. De azt éreztem végre, egy olyan helyen vagyok, ahol minden tökéletes. Aztán Dean találkozott rég nem látott családtagjaival is. Jézus másik oldalán megláttam a családomat, Mary nagymamámat és más rokonaimat. Néhányukat felismertem még, találkoztam velük, amikor a Földön éltek. Aztán láttam ott sok-sok korábbi generációt, akik elfogadták Jézus Krisztust megváltójuknak, és akiknek én is köszönhettem a létezésemet. Ők is mindannyian odajöttek, hogy köszöntsenek. Amíg Dean a mennyben járt, felesége Marilyn továbbra is csodáért imádkozott. Elhatároztam, hogy bármi történjen, én mindvégig Isten akaratában maradok. Egy óra 45 perc után Dean szívverése, ha gyengén is, de visszatért.
Azonban a baktériumok nagy kárt okoztak a szervezetében, így dialízisre volt szüksége. Nem hittem, hogy túléli. Azt mondtam a feleségének, hogy mindössze annyit tehetünk, hogy imádkozunk és várunk, mert mást nem nagyon tudunk tenni. Más nem segíthet. Hiszek a gyógyulásban. Hiszem, hogy Isten a gyógyító, és bíztam benne, hogy meggyógyítja Dean-t. 3 nappal később Dean felkelt. Annyira lelkes volt, hogy azonnal menjünk és beszéljünk az embereknek Jézusról. Az orvosok aggódtak, hogy a hosszantartó megpróbáltatások maradandó károsodást okoznak Dean szervezetében, ám semmi jel nem utalt arra, hogy Dean meglegyintette a halálszele. Maga a megtestesült egészség. Az őt kezelő orvosoktól a csoda ember nevet kapta. Csoda történt, ez nem is kérdés. Az, hogy életben van, tud beszélni, nincs agykárosodása, igazán rendkívüli. Mert hosszú időn át valóban halott volt. Mit tehet az az ember, aki megtapasztalta a mennyet, és szeretne ott lenni? Dean azt mondja, olyan útra valót kapott Jézustól, ami egyértelművé tette a feladatát. Azt mondta, hogy sokkal nagyobb szüksége van rám itt a Földön. Ekkor megértettem, hogy milyen fontos, hogy elvégezzem mindazt a Földön, amiért Isten ide helyezett engem. A lényeg az, hogy amíg nem végeztem el itt a feladatomat, nem mehetek haza. Így a legtöbbször azt mondom az embereknek, hogy úton vagyok hazafelé. Ez az az út, amiről a mennyei atyám azt mondja, hogy hazaérek rajta.